Tűzkút Vörös Sándor legszigorúbban szerkesztett, legradikálisabb, legsokszínűbb és talán legenigmatikusabb verses kötete a Szép Irodalmi, majd a Magvető Kiadó visszautasítását követően végül Párizsban a magyar műhely gondozásában látott napvilágot 1964-ben. A kézirat már 2 évvel korábban készen volt. Domokos Mátyástól a Szép Irodalmi Könyvkiadó akkori irodalmi vezetője Illés Endre kérte el az akkor még Bolondik Istók vázlatkönyve című, később átváltozásokra átkeresztelt gyűjteményt, majd hónapokig válasz nélkül magánál tartotta. Ez idő alatt elkészült az MSZMP központi bizottsága mellett működő elméleti munkaközösség irodalomtörténész tagjának lektori jelentése, amely ugyan fenntartásokat fogalmazott meg, de meglepő módon szorgalmazta a kötet megjelenését. Persze alapos és rövid kiadói előszóval, és kizárólag alacsony példányszámban. Talán nem tanulságok nélküli, az 1963. februári jelentés néhány sarokpontjának kiemelése. Ugyan a szakértő számára nem volt minden érthető a kötetből, vagy talán éppen ezért, de oldottabb és személyesebb kötetnek találta, mint az 1956-57-es Hallgatástornyát. Ha figyelembe vesszük, hogy a Hallgatástornya olyan gyűjteményes, összegző kötet, ami 30 év anyagát a versek keletkezési ideje alapján rendezi el és bocsátja a nyilvánosság elé, egy történelmileg igen meghatározó korszakban, bármennyire is sokrétűek lehettek az okok, a közreadásnak ez a formája mindenképpen jelzés, ami egy pályaszakasz lezárását jelenti. Amikor a lektori jelentés módszeresen a korábbi Hallgatástornya kötethez méri a tűzkutat, kimondatlanul jóval többet kíván, mint amit a kritika a kliséi diktálnak. Számot vetni Vörös addigi költészete és a jelen kötetben érzékelt tendenciák közötti elmozdulással. Nem gondolom, hogy igaza volna a lektornak, amikor kijelenti, hogy a korábbiaknál még erőteljesebb itt a jelennel való szembeállás két módja, nevezetesen a múltba és a távoljövőbe fordulás. Ha csak nem, a tudatos kötetszerkezet élesíti ki ezt a törekvést. Illés Endréhez hasonlóan a kötetet bevezető köszöntés a lektor figyelmét sem került el, aki jelentésében gyorsan sietett leszögezni, a kötet állásfoglalása, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai berendezkedés csak is pusztulást hozhat, és ezen csak az egyes ember belső mély megújulása tud változtatni. Ennek ellenére a kötet európai mértékben mérve is jelentős költői erőről és tehetségről tanúskodik, írja, s kísérletei termékenyítően hathatnak a magyar lírára. Hiába a vonakodó támogatás, a Szép Irodalmi Könyvkiadó elállt a közléstől, ahogy később a Magvető is. Erre az időszakra tehető, az újírásban megjelentetett, majd pornográfnak minősített Antik Ekloga, későbbi Ferris Spring körüli botrány. A Petőfi Irodalmi Múzeumban még ma is olvasható az a tömérdel gúnyolódó válaszlevél, amelyben az önjelölt költők 72-tek és ércelődtek Vörös Kálára saját improvizációikkal. A Tűzkút egyik legösszetettebb és legkimagaslóbb költeményét, a Szálve Reginát Vörös Sándor először a Vigíliában próbálta megjelentetni. A kiadói főigazgatóság főelőadója jelentésében méltatlankodott, hogy az erotikus témákat kedvelő Vörös újfent katolikus költőnek tünteti fel magát, és olyan Mária himnuszt ír, ami zavarba hozza még a Vigília munkatársait is. Vörös a visszaküldött kézirattal ezután a pécsi jelenkort kereste meg. A folyóirat szerkesztői óvatosságból új címet kértek a költőtől, és ezért Fülep Lajos tanácsára Vörös átmenetileg a klerikális konnotációt elfedő francia címre Obádra cserélte a korábbit. Már ez a néhány epizód is elég sötétre festi Illés Endre cinikus megjegyzésének kontextusát,
azért abban mégis van valami bőszítő, hogy egy költő meg se karcoljon a kor, amelyben él. Ha hihetünk ugyanis Domokos Mátyás visszaemlékezésének, a Szép Irodalmi főszerkesztője ezzel a kísérő mondattal adta vissza Domokosnak a Tűzkút kéziratát. Ahogy Nagy Pál számos interjúban és önéletírásában is beszámol róla, a nyomdai utasításokkal ellátott kéziratot végül Vörös maga adta át a francia fővárosban a magyar műhely akkori fiatal, nyugatra kényszerült magyar szerkesztőinek, akikkel megegyeztek abban, hogy az esetleges hazai felelősségre vonás esetén a költő azt állítja majd, hogy az emlékbe ott hagyott példányt tudta nélkül használták föl, és adták ki önálló kötetként. A Tűzkút tehát Párizsban jelent meg először, a hollandiai Mikes kör támogatásával, és az 1962. májusában induló magyar műhely munkatársainak adományaiból. Vagyis az akkor még kevéssé ismert disszidált fiatalok kellett, hogy támogassák az idősebb mestert. A kor szabályai szerint a hazai megjelenést egy Tiltakozás a kalóz kiadás ellen című nyilatkozat kellett, hogy megelőzze az Élet és Irodalom 64. március 21-i számában, amelyben Vörös leszögezte, nem kiadási céllal hagyta a kéziratot a magyar műhely munkatársainál, és visszaéltek vele, tudtán kívül. Persze, mindenki értette a helyzetet. Néhány nappal előzte csak meg ezt az eseményt Párizsban a magyar műhely vörös költészetével foglalkozó ünnepi külön számának megjelenése, ami mérföldkőnek tekinthető a folyóirat programjában. A visszaemlékezések, a pálya alakulás történetének feltárására vállalkozó tanulmányok radikálisan szembefordulnak az akkori hazai irodalompolitikai elvárásokkal és irányelvekkel, és egy hallgatásra ítélt életművet szólaltattak meg. A hazai titkosszolgálat nyomon követte a külön szám szerkesztési folyamatát csak úgy, mint a kötet külföldi publikálását. És ez utóbbi provokálta ki végül a Tűzkút magyarországi, évek óta halogatott megjelenését a Magvető kiadónál, a borítón Illés Árpád festményével. Ha belelapozunk abba a nagyon kevés kritikába, ami az akkori Magyarországon nyilvánosan reagált a kötet megjelenésére, visszatérő szólamok a fanyalgás, a korábbi vörös mitosz megerősítése, a retrográd jelleg, például, hogy az Átváltozások szonetciklus parnasszista költemény sorozatként kerül szóba. Aztán a korábbi, immár értelmetlenné és érthetetlenné vált költői magatartás megmerevedése, élcelődés a politikai kísérletezés önmagáért valóságán. Ennél sokat mondóbb Vörös egyik legértőbb olvasójának, Tandori Dezsőnek a visszaemlékezése a kötet megjelenésére. A Tűzkút élményszerűségét zavarba ejtő kettősségében ragadta meg. Míves, barokkos és mai. Minimalista és végletekig csiszolt ornamentikus. Mindezeknél lényegesebb és valamennyivel összefügg, hogy a közösnek a fogalmát tágította, azt, amit az akkori Magyarországon, irodalmon és kultúrán értettek. A kötet az elhíresült köszöntést követően 5 egymástól radikálisan különböző ciklusból áll. Az első, a graduale, a lépcsőinek liturgikus fogalmát kapcsolja össze a kötetbe való belépés eseményével. A 10 római számmal ellátott egység poétikai paletta az epigrammától a villoni balladán át a képversig. A szövegek első ránézésre csak lazán kapcsolódnak egymáshoz. Az elmélyülésnek, a szemlélődésnek, az individualitásból való kilépésnek és az extázisnak a legkülönfélébb módjait és fokozatait szólaltatják meg. A szerelmi egyesülés, a passió eseménye és a magányos meditáció állapotai a sorozatban előre haladva egyre szorosabban íródnak egymásba, és így készítik elő a második versciklus, a hangvonulása sorozatát.
Itt a ciklusnyitó költemény a Salve Regina, amit már korábban röviden érintettünk. A költemény a kiismerhetetlen és a folyton változó megszólítására tesz kísérletet. Hol a bensőséges szerelmi viszony hangján, hol a transzcendens idegenségének, radikális másságának és elérhetetlenségének kiáró modulációkkal és fenntartással. Személyes látomásként, vagy elviselhetetlen tekintetként. Illatként, vagy szerelmi egyesülésként megalkotott jelenléte a szövegben szüntelenül változik, de egyetlen pillanatra sem kérdőjeleződik meg. A közeledés, távolodás, megmutatkozás, elrejtőzés játékában a beszélő és a megszólított egyaránt folyamatos, mindössze a vers két kiemelt pontján megszakított mozgásban van. A verset nagyon szerteágazó, az európai kultúra határai messze túllépő, századokon átívelő omás sorozat követi. Tang Minghuang, Shevchenko, Reverdy, Bartók, Kodály, Fülep Lajos, Babics és Egri József nevei jelzik többek között a hatalommal való visszaélés, alázat, átlényegülés, írás, festészet és zene lehetőségein való töprengés témáit. A szörnyetek koporsója és a dobés tánc pedig tovább feszegetik azoknak a lehetőségeknek a tárát, melyek között Vörös és egyáltalán a magyar költészet a versek zeneiségéről gondolkodik. A kötet talán legenigmatikusabb ciklusa, az Átváltozások, egy 30 szonetből álló verssorozat, melyet később Vörös további 10 verssel bővített. Meglepő és jellemző, hogy korabeli kritikusa parnasszistának bélyegezte ezeket a költeményeket, pedig talán éppen erre a sorozatra érthető leginkább a kötetnyitó köszöntés cenzor által korrigált részlete. Idézem, a spiritus csempészet a szellemi szesztilalomnak még véget nem ért korszakában. Az Átváltozások cím természetesen utal Ovidius gyűjteményére, ami Vörös egész pályáját termékenyen végig kísérte. De legalább annyira utal a vörösi metonémikus szerkesztésmód poétikájára, a költői versmondattan kitágításának igényére, és a különböző állapotok közötti átlépés, transgresszió módozataira. A Tűzkút hazai megjelenésének évében publikált a Helikon kiadó Vörös fordításában Mallarmé költeményeinek gyűjteményét, ami egy 6-7 éves megfeszített és küzdelmes fordítói munka eredménye volt, és a neolatin nyelvek egyeztetéseire épülő, szabadabb szintaxis, szigorú mondatszerkezetbe kényszerítésének kísérletére bátorította Vöröst. A hatalmi allűröket, önteltséget kifigurázó, pofátlan nyitó vers az ünnepélyes szónoklat vezeti fel ezt a szonetsorozatot, s a vers közvetlensége nem hagy kétséget afelől, hogy az olvasó mindenkori jelenére kell vonatkoztatni, az aktuális hatalmi berendezkedés, társadalom és a gondolkodó vagy alkotó ember viszonyát, visszásságait kiélező helyzeteket, akkor is, ha antik mitoszok szereplői kapcsán kerülnek ezek szóba. Mint például a Marsyas és Apollon, a Hephaistos, a Proteus, vagy az ősanya szól ivadékaihoz esetében. A kiukat világ, az elhomályosult ablak és a népvándorlás című versek egészen hátborzongató módon gondolkodtatnak el hiúság, hatalomészség, iránytévesztés évezredeken át kiábrándítóan repetitív helyzeteiről. Idézem, az éjszaka nagy fénye képzeli, hogy ő a reggel. A következő intimus ciklus egyfelől a psziché előkészítése, az erosz fogalmának kitágítása, vagy ha tetszik, visszatérés az antikvitás erosz fogalmához.
Vörös az inkriminált Ferris Spring kapcsán nyilatkozta egyszer, hogy aki pusztán a nemiség felől akarja ezt a verset megérteni, nem fog közelebb kerülni hozzá. Másfelől az Intimus sorozatban található, a rontszőnyeget folytató 30 bagattel játékainak gyűjteménye. Ezt a versorozatot annyira veszélytelennek találta a szépirodalmi lektora, hogy kiemelte, mint a kötet egyik legsikerültebb szövegegyüttesét. A kötetet záró profúza ciklus kapcsolódik legerőteljesebben a párizsi magyar műhely programjához és a nemzetközi neo-avangárd tendenciákhoz. A sorozat képverseket és hangköltészeti kísérletekhez közelítő darabokat egyaránt tartalmaz. A versek beszélői nem csak különböző beszédhelyzetek révén, hanem a nyelvi regiszterek keverésével is relativizálják integritásukat. A szubjektum, mint versalkotó tényező kiiktatása, ami a vörösi program fontos része mindvégig, itt a kombinatórikus módszerekkel generált szöveg esetében válik maradéktalanná. A Tűzkút kötet tehát egymástól poétikailag radikálisan különböző, nagyon magas színvonalú, igényes kísérleteit, költeményeit végigolvasva, úgy gondolom, hogy a magyar költészet történetében egyedülállóan sokszínű és horizontágító kötet jelent meg 1964-ben, és igazat adok Tandori Dezsőnek abban is, hogy azt tágította ki, amit közösnek gondolunk. A 40 évnél hamarabb elérkező harmadik évezrednek küldöm a kötetemet. Kezdi Vörös, a kötetnyitó köszöntés. Nem tudom, hogy sírhatunk-e, vagy inkább nevessünk vele együtt, hogy mennyire aktuális.